Ezeken a kameraképeken a felső tisza különböző szakaszai láthatók november végén. A Feti vízig igazgatója éppen azt mutatja, hogy sok helyen még a meder kövezése is kilátszik, annyira alacsony a tisza vízállása. Az elmúlt évek beruházásainak köszönhetően azonban olyan rendszereket alakítottak ki, amelyek egy árvízből visszatartott vízmennyiség segítségével javíthatnak az ilyen vízhiányos állapotokon. Nagyon súlyos vízhiány jellemzi a Felső-Tisza az utóbbi években, így van ez 2019-ben is. Több tározó teljesen szárazon van, nem tudtuk feltölteni, illetve vészesen kis vízmennyiség van benne. Lehet említeni például a vajai tározót, ami nagyon komoly természetvédelmi érték is egyben. Nagyon kevés víz található benne, veszélyes a helyzet. Nagyon nagy probléma, hogy a talajvízszintek is lesüllyedtek a területünkön a szokásos átlaghoz képest. 130 cm rel vannak mélyebben a talajvízszintek. Több talajvízkútban az eddig észlelt legkisebb vízszint alá is kerültek ezek a vizek. Ez komoly gondot jelent, a rétegvizek csökkenése is elkezdődött, illetve hónapokon keresztül a folyóinknak a vízszintje a valaha észlelt legkisebb vízszint közelében tartózkodott. Ez igaz a Tiszára is, a Szamoson pedig megdőlt az eddigi legkisebb vízszint, tehát azt is alulmult a a vízzállás. Ez vízkészlet gazdálkodási szempontból nagyon komoly problémát jelent, tette hozzá Bonnár Gáspár. A Feti Vízig erre felkészülve már évelején elkészítette az éves vízvisszatartási és vízpótlási tervét. Ez azt jelenti, hogy 140 belvízelvezető csatornán több mint 200 helyen tartottuk vissza a vizeket, hogy ne folyjon le hasznosítatlanul, hanem maradjon a mederben, és ezáltal is próbáljuk a, a felszíni vizeket megtartani, illetve a talajvízszintet is szabályozni, magasabb szinten tartani. Segített a vízkészlet gazdálkodásban a tavaszi árvizeknek a sorozata, minden folyón kisebb árvizek vonultak le. Ennek kapcsán a tározókat próbáltuk feltölteni azokat a zsilipeket, amik rendelkezésünkre álltak. A Tisza és a Szamos töltésein megnyitottuk és vizet vezettünk be. Például a két nagy árvízi tározó, vízberesztő műtárgyát is megnyitottuk, a berekben is komoly vízmennyiséget juttattunk, illetve a szamos hasznaközi tározó zsilipjén keresztül is. Összesen ezekbe a rendszerekbe több mint 13 millió köbméter vizet sikerült így a tavaszi árvizekből kijuttatni. A vízgazdálkodási terveknek köszönhetően összesen ezekben a rendszerekben több mint 13 millió köbméter vizet sikerült a tavaszi árvizekből juttatniuk a feti vízik szakembereinek, amelyel enyhíteni tudták az évközben jelentkező súlyos vízhiányt.